A járványügyi helyzet miatt egy nehéz időszak van a munkaadók és a munkavállalók mögött, amelyet a szerb kormány szociális-gazdasági intézkedéseinek sikerült valamelyest enyhíteni. A szakszervezetek értékelése szerint a munkaügyi törvény módosításai az utóbbi években a dolgozók jogainak kárára mentek, melyek javításán folyamatosan kell dolgozni. Svaka vlast primećuje samo dobro organizovanu, brojnu, dobro organizovanu grupu ili one koji su bogati. Znači, jedina perspektiva je na nas da budemo dobro organizovani, da konačno napravimo jedinstvenu platformu i stanemo iza njega. Politika kad prepozna da stvarno utičete na par stotina hiljada ljudi, a nemate samo formalno, onda malo i čuje. A mai gyűlés napirendjén volt a tanács 4 éves programja, valamint bemutatták a vállalkozási iroda munkáját, illetve a tartományi munkáltatási tervet. Takođe je vrlo bitno da ćemo na ovoj sednici imati prisustvo članova Republičkog SES-a kao vid saradnje po vertikali između lokalnog, pokrajinskog i republičkog nivoa, a nadamo se u buduće i u horizontali između lokalnih socijalno-ekonomskih saveta i da je ovo boljitak u radu u narednom periodu. Az ülésen a Vajdasági Munkaadók Uniója átadta a Szociális-Gazdasági Tanács feletti soros elnökséget a tartományi kormánynak. Ideja nam svakako jeste da u narednih godinu dana, tamo gde ne postoje socioekonomski savjeti u lokalnim samoupravama, pomognemo osnivanje socijalno-ekonomskih savjeta i naš sekretarijat već godinama povećava sredstva koja izdvaja za socijalno-ekonomske savjete, to je ove godine 12 miliona dinara i spremni smo da nastavimo sa izdvajanjem dodatnih sredstava da bismo poboljšali strukturu socijalnog dijaloga na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Az ülésen a Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság bemutatta az aktuális pályázatait is, mint a legjobb Vajdaságból és a júliusban esedékes régi mesterségek megőrzésére kiírandót is.